Független média felület Miskolcon. Jó mindenkinek, újabb csütörtök, és ezúttal kedves régi vendégeinket láthatjuk vendégül a Civil Rádió Miskolcban egy ilyen kellemes napsütötte csütörtökön, ugyanis a Montázs Egyesület képviselői korábban is jártak már nálunk, és ezúttal is ellátogattak hozzánk, úgyhogy, és nem csak színházi nevelésről általánosságban lesz szó, hanem egy kicsit ránézzünk arra, hogy mi újság a Montázs házatáján. Úgyhogy én köszöntöm is a kedves vendégeket. Hello! Sziasztok! Püspöki Peti és... Sziasztok, Izsó Angelika! Izsó Angelika személyében olyas valakit köszönhetünk ma is, aki még soha nem járt a Civil Rádió Miskolcban, vagy legalábbis mikrofon végre még nem kaptunk, ugye? Hát, egyszer voltam már, és egy kicsit beszéltem, de régen volt. Na, már most ez majd meglátod, sokkal jobb lesz, utána már fesztit leszel nálunk, vagy te is. Jó. Na, mi újság, kedves Montázs? Élünk, dolgozunk, rengeteg minden változás volt az elmúlt jó évben, talán egy éve is van, hogy legutóbb beszélgettünk. És akkor szó volt arról, hogy éppen a Balatonra készültünk táborba, egy nemzetközi táborba, hogyha emlékszel rá, meg hogyha emlékeztek rá. Hát azért azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év közel 50 táborának talán az legjobbja, vagy az egyik legjobbja lehetett. Több mint 60-an voltunk. Mit értünk az alatt, hogy nemzetközi, hogy Erasmusos, vagy milyen? Nem, egy tehetségpontos pályázat volt, és a határon túlról is jöttek hozzánk magyar ajkú diákok. 21 nehányan. Tehát, és hát olyan értelemben is országos volt, hogy Debrecenbe talán még Pest környékéről is érkeztek, tehát hogy valóban úgy találtak meg bennünket, hogy meghirdettük ezt különböző felületeken, és nyilván a saját diákjaink sokan jelentkeztek, ők tudták, hogy mire jönnek, de akik úgymond beleugrottak a mély vízbe, azok is tartják velünk a kapcsolatot, rákérdeztek a következő táborra, az idei táborunkra nézve már elkezdtek keresni bennünket, hogy na, megyünk az idén is a Balatonra, hova megyünk, mit fogunk csinálni. Tehát ez egy olyan vonal, ami azt gondolom, hogy nagyon jól bejött és nagyon kialakult. Emellett, ami talán az életünknek egy nagyon fontos változása, most 10 éves az Egyesület ebben az évben, és a tavalyi évben egy olyan új székhelyet találtunk, ahol, hát én azt merem mondani, hogy minden olyan álmunkat, amit a montásba beleálmodtunk ezelőtt 10 évvel az alapítók, meg minden olyan álmunkat, amit még meg sem álmodtunk, mert még nem látjuk, ebben a térben meg tudunk valósítani. Tehát ma például megint kaptam egy olyan megkeresést, hogy még nem tudtam rá válaszolni, mert eddig mi erre nem gondoltunk. Aztán kiderült, hogy teljesen jó. Tehát az élet hozza. Egy olyan helyet kell elképzelni, ami egy íratlan nagy ház, nagy belmagassággal, színházi térri alakítható, és mellette pedig egy óriási kert, ahol a pályáktól a lugason át, a játszótérig, a piknik sarokig minden van, minden lehetséges. Ez az elmúlt évnek a nagy történése, illetve ami még nagy történés, hogy a csoportjainkkal, tehát Angelika is az övéivel, meg én is az enyémekkel, olyan színjátszó sikereket értünk most el az idén, hogy mind a két csoportunk, tehát a három csoportunkból 2 aranyminősítéses előadást készített, tovább jutottunk a regionálisra, sőt, mi meg még tovább tudtunk repülni, úgyhogy egészen az országos gáláig. Tehát hogy az, hogy ennyi változás mellett mindez sikerült, hát ezt csak köszönni tudjuk mindennek. Na és aki a hallgatók közül soha nem hallott a Montázs Egyesületről, az az elmúlt pár percben nyilván rájött arra, hogy színházi neveléssel foglalkozó civil szervezet képviselőit hallgatja, de hogy ezen túlmenően hogy kell elképzelni ezt a szervezetet? Tehát, hogy ti úgy működtök, mint egy művészeti iskola, vagy a civil szervezet keretei között mondjuk, mint egy szakkör, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy projektek vannak, vagy állandóan futó csoportok? Vannak projektek, tehát projektre is szoktunk csoportokat összehozni. Most például Boldván van egy csoportunk, de ez a csoport is olyan aranyminősítéses csoport, amelyik a Montázs színi tanodán belül létezik, és szeretnénk továbbvinni.
Az állandó csoportjaink Miskolcon vannak, Miskolcon ott a központban, és vannak olyan projektek, amikre alkalmanként jönnek össze a fiatalok, mely jelenleg három állandó színjátszó csoportunk van a Miskolci központban, a Vasgyári úton, ők mind a tanodások nálunk, színi tanodások. És hát ez a tanoda, visszatér, hogy ez művészetiskola vagy nem, a képzés színvonalát, a képzés szakmai tartalmát tekintve azt gondolom, hogy merem állítani, hogy a legjobb művészeti iskolai színjátszó csoportok szintjén dolgozunk. Ezt tudom. Ugyanakkor azt a fajta szabadságot megtapasztalhattuk az elmúlt másfél évben, hogyha nem dolgozunk iskolai keretek között, ennek nyilvánvalóan financiálisan vannak hátrányai, de egy csomó olyan előnnyel jár, amitől a szakmai munka erőteljesebb, izgalmasabb, szabadabb lehet. És a projektjeink között, amellett, hogy ugye vannak csoportjaink, amellett időről időre megtalálnak minket olyan feladatok, amik számunkra is kihívást jelentenek. Egyre jobban szeretjük azt, amikor az utcán játszunk. Ebben az elmúlt évben, vagy mondjuk itt tanévben volt olyan, hogy egy hófehérke sztorit, nem, egy hamupipőke sztorit vittünk, egy ilyen üvegcipő projektet az utcára, egy felkérésre, aztán most már második éve rendszeresen dolgozunk a március 15-i családi nap rendezvénysorozatában, és ott is interaktív dolgokat csinálunk a gyerekekkel. Akkor most ott voltunk a Farsangon, és ott is játszottunk, tehát igyekszünk minél feltűnőbbek lenni. Most pedig az ünnepi könyvhét nyitó rendezvényén próbálunk meg olyan játékot kieszelni, ami ott az Erzsébet téren összesereglő tömeget meg fogja valahogy mozdítani. De ez azt jelenti, hogy ti, mint a montásban dolgozó szakemberek, vagy hogy a gyerekek is, akik egyébként hozzátok járnak, tehát hogy ők is részesei ennek. Mindig a gyerekekkel együtt. Mm. Tehát, hogy hát a nagy diákjaink, tehát a középiskolások, ők már inkább barátaink, mint a hagyományos értelmű diákok, tehát hogy azért rájuk már úgy építünk, mint szakmai társainkra. A kicsik pedig egyre szebben nevelődnek bele, és hozzátéve a színi tanodához, amit Angelika mondott, tavaly öntöttük formába. És az a jó ebben, hogy megtalálnak minket a feladatok. Tehát, hogy egyre több olyan szülő keresett bennünket, hogy hát neki most még csak nagy csoportos lenne a gyereke. Hogy akkor ő jöhet-e. És aztán, mivel mi dolgozunk óvis korú gyerekekkel, több helyen megdolgoztunk már, most kialakult egy olyan elképzelés, és a szeptemberben induló új tanévben ezt most már tudatosan tesszük, hogy lesz egy... most meg nem mondom, mi a fantázia neve, de tulajdonképpen óvisoknak, iskola előkészítősöknek egy olyan játszócsoport, drámajátszócsoport, ami így elindítja őket. Picikét a mozgásszínházzal, a mozgással dolgozunk, úgyis, mint művészi mozgás, úgyis, mint mozgásterápia. Aztán van egy alsós csoportunk, ők a mindjárt kinyögöm, ők a zsivajgók, köszi Angelika. Aztán a felsőseink, ők a Rivalda, a középiskolások, ők a montás diák színpad, tehát ők viszik a nevet, és hát létrejött a felnőtt csoportunk, tehát régóta működik, de most már nevet is találtunk rá, ez a Mokesz, de ez a Mokesz nem fáj, szereted, ez más színben látott tőle a világot, mert hogy ez a montás, kabaré és esemény színház. Volt olyan, amikor azt kérték tőlünk, ez is ennek az évnek egy történése, hogy egy lánykérésre csináljunk már színházi eseményt. Totál ismeretlenül találtak meg ezzel a feladattal, és egy nagyon-nagyon izgalmas közös munka volt. Ilyet még nem csináltunk, elkezdtünk beszélgetni a vőlegénnyel, és akkor egy másfél-két hónap alatt kitaláltuk azt, hogy lesz ez a mennyasszonynak olyan meglepetés, hogy ő nem tudta, hogy mire érkezik, és ott belecsöppent abba, hogy róla szól a színház egy étteremben. Tehát, hogy, és ez látható volt, tehát mindenki számára ez egy olyan élmény, tehát nekünk alkotóknak is, az ünnepelteknek is, a családoknak is, hogy azt gondolom, hogy valami nagyon, nagyon jót sikerült tenni. Igen, hát ez nem egy hétköznapi történet, hogy valaki színjátszó csoportot bérel fel, igen, hogy meglepje a mennyasszonyát. És egy apróságot tegyünk már még hozzá, ami nem annyira apróság,
hogy május 24-e óta hivatalosan is újra színház vagyunk. Ez egy kategória? Hogy ez, és ezt hogy kell elképzelni? Hogy... Ez azt jelenti, hogy mi a színházi szervezetek között jegyzett szervezet vagyunk, mint független színházi szervezet. Egyrészt kötelezettségeink vannak az irányba, hogy valóban színházi minőség és színházi jellegű munkát végezzünk, mind az adminisztratív, mind a szakmai munkáját tekintve. Másrészt lehetőségeink vannak arra, hogy színházként a színházak által elérhető forrásokhoz hozzájussunk. Nyilván ez egy nagyon széles verseny, tehát azért vannak rajtunk kívül még színházak Magyarországon, sőt, talán vannak nagyobbak is. De hogy ebben a körben versenyezni, ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, meg megtisztelő dolog. Tehát van több olyan tervünk itt a miskolci amatőr vagy alternatív színházi világban. Szeretnénk itt Kelet-Magyarországon meghonosítani olyan színházi formákat, amikről mi tudjuk, hogy vannak, de valószínűleg a miskolci közönség nem tudja. És ilyen például? Például az improvizációs színháznak az a fajtája, tehát nem csupán a játékok, hanem amikor kifejezetten improvizációból színházi előadások születnek. Tehát az az estének a lényege, hogy megérkezik a közönség, megérkeznek az alkotók, bekerül a téma a közösbe, és azaz másfél-két óra, az nem csupán improvizációkról szól, mint egy beugró, hanem egy előadás épül belőle. De vannak improvizációs versenyek többfajta, és hát vannak az improvizációs estek, amit akár a Miskolci Színház is csinál, ugye a Kilépő címével, vagy amit a beugró tett nagyon népszerűvé Magyarországon. Tehát ez például egy ilyen lehetőség, de ilyennek gondoljuk az eseményszínházat, az utcaszínházat, és hát ez nekünk is tanulás, mert olyan új formákat igyekszünk birtokba venni, akár a maszkokkal, az óriás bábokkal való játékok, akkor az utcai akrobatika, tehát hogy mi is folyamatosan tudunk tanulni, a diákjaink is tanulni, tehát keressük azokat a formákat, forrásokat, szakembereket, akik tovább visznek bennünket. Fú, most olyan sok minden elhangzott, hogy annyi kérdés cikázik a fejembe, hogy igyekszem őket így sorrendbe állítani. Az első az, hogy hanyan vagytok mindenre, mert ez annyira sokrétűnek és színesnek tűnik, hogy én így nem tudom ezt, hogyha saját szakmámra vetítem, hogy a fejlesztős gyógypedagógia az egy ilyen általános sok minden felülelő dolog, és akkor a szakemberek aztán csoportosulnak, hogy ki erre, ki arra, és azt gondolom, hogy nyilván aki az akrobatikában tud mondjuk oktatni, az nem biztos, hogy énekben olyan jó, vagy lehet, hogy rosszul gondolom, de hogy hány szakember van a színházban? Igazából a közvetlen közelünkben, akikkel dolgozunk, az szerintem nagyon sok, mert nagyon sok kollégával dolgozunk így projektszerűen együtt, de valójában néhányan vagyunk. Most jelen pillanatban négyen, akik visszük a montást a hátunkon. Jó. Illetve hát a diákjaink közül vannak még olyanok, akik szerintem önkéntesként olyan mennyiségű munkát beletesznek, és minőségi munkát, hogy ez, hát sok ember pénzért nem dolgozik ennyit, meg ilyen minőséget. Akkor ők jöjjenek már rádiózni, és hogyha van még egy kis lesz egy kis szabad idő, akkor feltétlenül. Bár szoktak itt lenni nálatok, tehát például ugye Huba ilyen alapemberünk, és ráadásul ezek a diákok, illetve hát ugye az egyik kulcsemberünk, Pap Szandi, aki az előtt, hát most már azt mondom, 15 évvel kezdett gyerekszínjátszóként. És ez egy külön öröm, hogy ez egy baráti közösség is, és nagyon sokan sok éve itt vannak, és akkor is itt vannak, amikor már az élet szétsodort minket többfele, de hogy ez a mondtál szív, ugye azt a szív jutott most érted eszembe, tehát azért az ott van bennük, és tehát egy kialakult egy nyelv, egy gondolkodásmód, amit beszélünk, egy habitus, egy lelkület, és ezt igyekszünk továbbadni. Ráadásul, aki egyszer, és most ezt a kicsiken nagyon lehet látni, aki egyszer részt vett egy olyan eseményben, amit szervezünk, egy utcaszínházi eseményen, az utána rabjává válik. Beleszeret. Nagyon. Tehát, igen. Hogy amikor megkérdeztük, hogy jönnek-e a könyvhétre velünk, minden kéz a magasba emelkedett. Jaj, nagyon, nagyon, nagyon öröm ezt hallani, mert
Hát mostanság bárki, aki pedagógiával foglalkozik, a színházi nevelés is egy ága ugye a pedagógiának, mindenhonnan azt lehet hallani, hogy az elsődleges és gyakorlatilag legimpulzívabb, vagy a legtöbb energiát kivevő feladat az a motiválás lett most már, ami már gyakorlatilag beelőzi nagyon sokszor a szakmai tartalmat. Tehát aki foglalkozott már gyerekekkel, az tudja, hogy most már a figyelem felkeltése és a figyelem megtartása az legalább akkora energiabefektetést kíván, mint korábban kívánt a felkészülés arra, hogy mit akar az ember a tudásátadás folyamatában átadni a gyereknek, vagy hogyan akar hozzá kapcsolódni. Ez így van egyébként, és ezért nagyon fontos az, hogy az a tér, ami a mi központunk, az önmagában rettenetesen erős motiváló erővel bírjon. Tehát, hogy és ez szerencsére sikerült, ez nem nekünk köszönhető, hanem szerintem azoknak, akik a vasgyár világát annak idején megálmodták 150 évvel ezelőtt. Tehát, hogy abban a térben, és ez most tényleg hülyén hangzik, de hogy abban a térben mindenki szeret lenni, aki csak oda belép. Mert nagyok a terek, mert magasak a terek, mert tele van zölddel, mert egyszerűen olyan, mintha belépnél valamilyen ilyen paradicsomi más világba. Annyira szeretném, hogyha ezt a pár mondatot most valamiféle fajta döntéshozó, nem akarom politikai irányba vinni a dolgot, de hogy ezt így hallanám, mert a vasgyár az sok más városrészhez hasonlóan egy annyira gyönyörű, hogy szinte már egy varázslatos hely. Én most ott dolgozom 4 éve, az iskola, ahol dolgozom, oda költözött, és azelőtt semmiféle kapcsolatom nem volt oda, esetleg gyárfeszkókra egyszer-kétszer jártam ide-oda, vagy villamossal így bemerészkedtünk, szétnéztünk, de hogy úgy Isten igazából nem töltöttem ott el időt, és az, ami ott van, az egy annyira egyedülálló az a hangulat, hogy egyszerre telepi, és egyszerre mindenféle más is, meg tényleg a rengeteg zöld, meg azok a gyönyörű téglaházak, hogy gyakorlatilag az egy kis kincs ez egy gyönyörű hely. Miskolc vonatkozásában politikus, közéleti szakember, aki ott megfordult, mindenki tudja, tehát hogy azért a vasgyárral nagyon sokan, nagyon sok felől foglalkoznak, jól, rosszul, ez nem a mi területünk most ez eldönteni, nyilván mi is meg tudjuk hozzátenni a magunkét, de érted, hogyha tőletek, tehát hogyha a Debreceni Mártontól elindulok, és végigmegyek csak a baptistát, a nyitott ajtós sulin, vagy most nem sorolom körbe, de hogyha megnézzük az egyházi közösséget, a civileket, ha megnézzük a faktorit, vagy egyáltalán mindazt, amit a gyár még így romjaiban is nyújtani kínál, ha megnézzük azokat a fejlesztési terveket, amik vagy elhaltak, vagy nem, de gondolkoznak, hogy mi van, ha megnézzük csak ezt a múltat, ami volt, ha megnézzük azt az egész társadalmi összletet, ami ott van, és abban minden, tényleg minden van. Tehát, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent tudnak a vasgyárról, de hát szerintem évtizedes projekt ebből valamit kezdeni, és hát évtizedek óta ott vekeng ez az egész. Addig, amíg egyébként szerintem, de ez nem biztos, hogy igazam van, tehát ezt keveset tudok, de amíg magának a vasgyárnak a tulajdonjogi viszonyai olyanok, amilyenek. Hogy nem tisztázottak, addig ez nem lesz előre most tudás. Senki nem. Mondjuk ez az irány, ami inkább a közszerdának volna, vagy az ő asztala, tehát hogy nem érdemes ezt a jó hangulatú beszélgetést ebbe az irányba vinni, csak tényleg. De hát a vasgyár egy jó hely. Igen, tehát hogy az a környék tényleg nagyon jó, meg egyébként az jutott még eszembe ezzel kapcsolatban, hogy tényleg abszolút saját tapasztalat, hogy az én saját gyerekeim nem művészeti, hanem sportos beállítottságúak voltak, és nagyon-nagyon sokáig teljesen véletlenül, de ugyanabban az iskolában volt az edzés, ahova ők délelőttönként jártak is. És nagyon nagy energiát fektettek bele, nagyon sokat jártak oda, de nekem szülőként mindig volt valami hiányérzetem, és a dolog sokkal-sokkal komolyabbra fordult akkor, amikor az edzés átkerült egy másik tornaterembe. Nem volt nagy különbség, nem volt nagy innováció, nem volt sokkal szebb a másik tornaterem, hanem az a tudat, hogy ő neki terveznie kell a napját, neki oda meg kell érkeznie fizikailag is és fejben is, az egy borzasztó plusz, amit, tehát soha nem voltam hívva az iskolai szakköröknek, mert bármilyen komolyan csinál valamit az ember, ha ugyanabban az épületben teszi azt, ahol a délelőttjét tölti, akkor az mindig szakkör marad. Abból soha nem lesz szerintem nagyobb előrelépés, mert egyszerűen kell az embernek a távolság. És amikor a Debreceni Mártonban alakult, ahol az iskolában dolgozom, drámacsoport, és lett rá lehetőségünk, hogy 2 hetente a Grund Pince Színházba menjünk
próbálni. Eleinte nem akartak a gyerekek menni, mert hogy nyűg nekik, ők nehezen motiválható fiúk, lányok, és akkor most menjünk, most szálljunk fel a villamosra, meg szálljunk le, meg jaj, belváros, azért ott megint az a kis feszkó, meg nem tudom, de 2-3 alkalom után kiderült, hogy teljesen más volt ugyanazokkal a szakemberekkel, ugyanaznak a foglalkozásnak a hangulata, mert egész egyszerűen volt idő megérkezni. Tehát maga az utazás, ami eltelik A és B pont között, az is már a gyereket, a felnőttet, bárkit inspirál arra, hogy kicsit komolyabb energiákat fektessen bele. Úgyhogy szerintem tényleg nagyon fontos, hogy a művészeti képzés és a sport és a zene az iskola falakon kívül. Igen, illetve az is nagyon fontos egyébként, pont holnap két helyre is megyünk, Sajóhídvégre is, meg Boldvárra is egy verszínházi előadással. Tehát, hogy az is egy lépés tud lenni, amikor az iskolába beviszel valamit kívülről. Igen, az egy ilyen régi nagy élmény, amikor a Barosban még, mikor ott tanítottam, a Koma társulatnak a Plazma című előadását elhívtuk. Ez egy tantermi színház volt az első ilyen nagyok között. És amikor utána beszélgettünk a gyerekekkel, akkor sose felejtem ezt a mondatot, azt mondta az egyik lány, hogy ez azért volt jobb, mint az igazi színház, és a folytatás nem érdekes. Ez egy totál igazi színház volt, tehát ez egy magyar színdarab, konkrét végzett színészekkel, vérprofi társulattal, minden ízében színház, de ezek szerint annak a gyereknek a fejében a színház az csendesen unalmas, bársonyszékek, bordófüggöny, és nézni kell, egy irányba kell nézni, és ott olyan semmit mondó történetek zajlanak. Tehát ez van a gyerek fejében. Tehát az, hogy hogyan tudod átbillenteni, hogy mi minden, tehát hogy hatást tudj neki adni, és ezt most az új munkahelyemen is érzem, ahol dolgozok, hogy valóban a meghökkentés, a más irányba való ránézés, ami persze sokszor kiszámíthatatlan első reakciókat hoz. Egyik leggyakoribb mondatom most, hogy azért, mert együtt játszunk, attól még nem vagyunk játszótársak, tehát ezt biztos nehezen értik meg. Például a tanodásink már értik szerintem, én azt gondolom. Tehát, hogy nagyon sok váratlan, meg kiszámíthatatlan dolog történik akkor, amikor új területekre merészkedünk, de azt gondolom, hogy pedagógusként is mind a hárman azok vagyunk, akik itt vagyunk, mindegy, hogy fejlesztőként, művészetpedagógusként, vagy egy jó magyar tanárként, vagy jó matek tanárként. Tehát szerintem ez piszok fontos, hogy merjünk mi magunk ismeretlen vidékekre merészkedni, mert különben mi is megunhatjuk saját magunkat, de ha ez nem történik, és meg a diákjaink piszkosul megunnak minket. Igen, meg azt gondolom, hogy a színháznak egy ilyen nagyon-nagyon változatos dolognak kell lennie, vagy maradnia. Szintén ez ilyen saját példa, de az én generációból nagyon sok mindenkinek volt ez a hasonlatos élmény, de ez biztos megvan nektek is, bár hogy ti megfertőződtetek ezzel ideje korán, gondolom, de hogy én gyerekkoromból arra emlékszem, hogy fel kellett venném a hülye bársony ruhát, meg a szúrós harisnyát, a cipőt, ami mindig kiderült, hogy más száma kisebb, nem tudom micsoda, és akkor el kellett menni a premierre. Az nagyon jó volt, mert tömeg volt, levegőt kapni nem lehetett, nagyon szépen kellett viselkedni, és mi lett a vége? Hogy elhúzódott a bordó bársonyfüggöny, és elkezdődött a csodálatos operett, és akkor a kövér nénik idegesítő harsány módon énekeltek, tehát egy kisgyerek a mi generációnkban általában az operettel találkozott, és akkor ezután osztotta a gyerekeket, mert volt, akinek bejött, volt, akit az én ismerőseim nagy részére úgy hatott, mint rám. És utána meg kellett ismerkedni a színháznak egy egyéb más formájával, és nyilván látványban a film évek óta lekörözte a színházat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha én elmegyek színházba, én mindig azt várom, hogy engem a gondolat érjen utol, hogy azt szökkentsem meg, hogy amikor hazamegyek, akkor hát nem azt mondom, hogy üssön el a villamos, de hogy legyen rá esély, hogy úgy belebambulok. És nekem ezt az élményt, ezt soha nem a vizuális inger hozza, mert az már nem tud. De mostanában nagyon sok olyan színházat láttam, hogy gyakorlatilag egy faék meg egy bot volt mondjuk a díszlet, kisütett leegyszerűsítve, de olyan jó volt a gondolat, annyira jó volt a koncepció, és annyira utólért a tartalomnak az a formája, amire viszont a film nem képes, hogy azt gondolom, hogy maradok a színházba, tehát veszek jegyet legközelebb is, és elmegyek legközelebb is, de hogy erre tényleg csak akkor képes bármilyen műfaj hosszú távon, hogyha annak művelői hisznek a sokféleségbe, és hogy talán egy picike színházi közösségnek ez az előnye,
a nagy kőszínházakhoz képest, hogy az az általános közművelődési koncepció, amit a mi generációnk torkán lenyomtak, hogy azt talán lehet egy kicsit így cizellálni, vagy színezni. Nem tudom, hogy ez egyébként jellemzően foglalkoztatja a kisebb közösségeket, vagy ez csak egy ilyen általános dolog, amit a laikus lát kívülről. Én azt gondolom, hogy minket biztos, hogy foglalkoztat, mert mi hiszünk, hogy van a színház után is élet, mármint, hogy a kőszínház után. Szerintünk szükség van a kőszínházakra, tehát szükség van a klasszikus színházra. Hát én sem vontam kétségbe ennek jogosultságát, csak igen. Az impulzus. De hogy igen, tehát, hogy a mai fiatalokat máshogy kell megfogni. Azért ez látszódik azon, hogy azért bemegyek egy bérletes előadásra, és azért elég sok a korombeli és a tőlem idősebb ember az előadásokon. Hát egy kis telkes kis nyugdíjas, igen. Igen. Ők a bérletes közönség, igen. És kevés, nagyon kevés a fiatal, ezért a fiatalhoz oda kell vinni a színházat, és meg kell ismertetni vele, hogy a színház más is lehet, mint amit te elképzelsz, és a színház az a rólad szól, a te életedről. És szerintem ez nagyon fontos. Igen, és talán egy picit még vissza is lehetne lépni, tehát, hogy színházról beszélünk igazából, de valójában, meg így mi is hívjuk, de hogy a drámából indul ki minden, tehát a cselekvés, a cselekvő ember, a másokkal viszonyba kerül cselekvő ember, és mindegyikünk a saját történetével kezd el játszani. Tehát, hogy szerintem a játéknak, a szerepjátéknak tud egy olyan varázslata lenni, azért mi mégiscsak színházpedagógusok, vagy művészetpedagógusok vagyunk, meg hát játszunk is nyilvánvaló, mert ez egy nagyon izgalmas hobbi, de hogy rettenetesen izgalmas az, és szerintem ez egyre ordítóbban, tehát évről évre egyre ordítóbban kiállt a pedagógia, ami fajta tevékenységünk után. Tehát olyan intenzív impulzusokat tud adni a szerepjáték, az átlényegülésnek az élménye, ami a legenerváltabb gyerekeket is ki tudja zökkenteni. Önmagában az, hogy hatsz hirtelen, erősen, tehát, hogy erős impulzussal lépsz be, az már egy fontos dolog. Utána, hogy ezzel mit kezdesz, az a következő kérdés, és az vagy sikerül nekünk is, vagy nem, az egyik nap sikerül, a másik nap meg nem, tehát, hogy azért ez ott van benne. De amikor azt mondják a diákok, hogy ne filmet nézzünk már, hanem inkább szerepjátékozzunk, akkor úgy tűnik, hogy valami elcsípte őket. És ezek nem erít gyerekek, hanem sok esetben nehéz sorsú, és mondjuk nem szent jóságokról híres diákok. És akkor úgy tűnik, hogy az a fajta élmény az, hogy spontán módon közvetlenül megnyilatkozni lehet rossznak lenni. Ez izgatja őket. A kifejezésnek a vágya azt szerintem minden embert izgat. És a drámajáték, vagy a szerepjáték, vagy a színházpedagógia, vagy minden, ami megengedő, hogy a gyerek spontán módon, primer módon megnyilatkozzon, mégis egy struktúrált formában, az erre nagyon jó. Tehát, hogy most utcafestünk-e? Nyilván nem kezdünk el tegelni, egy agyba főbe. De ma például volt egy ilyen beszélgetés, ezt még neked sem mondtam, hogy néztünk egy filmet, beszélgettünk róla, volt egy ilyen tegelős jelenet benne, hogy most akkor mit fújjunk le, és akkor ez volt a szünetnek a témája, akkor fújjunk le vonatot, fújjunk le kerítést, fújjunk le falat, ezeket nem lehet lefújni. Nálunk viszont, tehát ott, ahol mi létezünk, van egy hatalmas nagy betonkerítés, az meg arra vár, hogy akkor lefújjuk. Ja, és akkor, tehát gyakorlatilag bejelentkeztek önkéntesnek a fiatalok a nyári munkára. Tehát, hogy teret adni nekik a megnyilatkozásra, és ráadásul megtalálni a nyilatkozataiban azokat a momentumokat, amik izgalmasak. Tehát amikor ma azt mondja az egyik srác, tehát egy cigány srácról van szó, hogy engedjük ki az ifjú hölgyet, és akkor hátra néztem, és az egyik kollega nem jött mögött. Mindenki megdöbbent. Annyi humor, annyi elegancia, annyi intelligencia volt ebben az egy pici játékban, és önirónia, és irónia, és minden, hogy így megállt a levegő. Tehát, hogy nagyon sokat tudnak ezek a kölykök. Igen, meg a másik, amit én tapasztaltam, hogy én
se nem híve, se nem ellenzője, nem voltam a drámapedagógiának, egészen egyszerűen nem hallottam róla, nem volt vele kapcsolatom, a színház nem érintett meg kamaszkoromba, tehát hogy Isten igazából nem volt rálátásom ehhez a műfajhoz, nyilván nem is kapcsolódtam hozzá. És fejlesztő pedagógusként az első nagyon lelkesen eltöltött 5-7 év után rájöttem, hogy annak, hogy én 45 perces órát tartsak, az így a világon semmi értelme nincsen. Én középiskolában dolgozom, gyakorlatilag semmi értelme nincsen. És amikor a saját gyerekeim is elértek egy bizonyos osztályfokot, rájöttem, hogy bizonyos tantárgyak rabolják a gyerek idejét, de semmi értelme nincsen. És ez volt az első felismerés, amikor azt gondoltam, hogy én magam bajban vagyok, tehát hogy valami eszköz kellene nekem, mert sajnos meg fogom unni a semmit, amit csinálok. És a másik felismerés, ami szintén ezzel párhuzamos volt, és nagyon sok pedagógus kollégával, nagyon sok beszélgetésben, nagyon sokszor végigtárgyaltuk már, hogy ezt mi is felismertük laikusok, hogy a megnyilatkozás iránti vágy bennük van a gyerekekben, de mivel nincs hozzá eszközkészlet, ez a konfliktusoknak és a konfrontációnak a meleg ágya. Tehát nagyon-nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy fél mondatok zajlanak el egy párbeszédből, ami eljut hozzám, és én már érzékelem, hogy ezek a gyerekek elbeszélnek egymás mellett, és már szinte érzem azt a szikrát tapintató, meg tudnám fogni, hogy miből lesz az első ütés, az első bunyó, és tök félreértés, nem tudják a gyerekek kifejezni magukat, és soha nem kellett történetekkel foglalkozniuk. Viszont a történet nagyon-nagyon bonyolult elsőre. Amikor először találkoztam ezzel a műfajjal, ott az volt, hogy valaki történeteket akart ledugni a gyerekek torkán, nem értették, nem volt annyi figyelmi kapacitásuk ahhoz, hogy befogadják ezeket a dolgokat, és utána később, amikor találkoztam a drámapedagógiának azokkal az eszközével, hogy lehet egy történetet felépíteni úgy, hogy a gyerek gyakorlatilag észre se veszi, hogy bevonódik, és gyakorlatilag foglalkozik a sztorival, amit korábban sose csinált. És hogy egészen egyszerűen elkezdi foglalkoztatni, hogy az a szereplő, aki menet közben alakul, ő mit gondol, ő mit mondana, ő hogyan reagálna, az biztos, hogy visszahat önmagára is, és egy csomó minden mást objektív és mérhető értékelhető módon nyilván segít, szövegértést, olvasást, tehát és a többi, de hogy az megnyilatkozáshoz való eszközöket már frontálisan nem lehet megtanítani. És egy picit hadd kössek vissza ennek kapcsán ahhoz a két nagy projektünkhöz, ami ebben az évben így lezajlott. Az egyik egy NKS projekt, a másik pedig egy tehetségpontos projekt. Tehát az, hogy arra volt lehetőség, hogy egy egész éven keresztül a boldogai diákcsoportunkkal elkezdjünk egy anyagon dolgozni, megtaláljuk azt, hogy nekik mi áll jól, és abból úgy szülessen előadás, hogy ez teljesen az övéké maradjon, örömjáték. Tehát, tehát azt látni, hogy ezek a gyerekek hogyan jutottak el, néhány éve kezdődött a munka a nulláról, e tekintetben a nulláról oda, hogy nagyon tudatos játszóká válnak, és egymásért is, meg a tetteikért is felelősséget mutatnak. Ez például ebben az NTP-s pályázatban nagyon szépen végigkövethető volt, és akkor ennek volt még egy olyan vetülete is, hogy lehetőség volt arra, hogy ezek a gyerekek olyan művészekkel találkozzanak, mert ugye erről beszélgetünk, hogy most mi mit csinálunk velük itt az iskolában, de hogyan tovább. Tehát mik a perspektívák, és szerintem az is egy nagyon fontos dolog, és a társadalmi felelősségvállalásunknak egy fontos része, hogy merre visszük őket tovább. És most ebben a projektben a gyerekek találkoztak egy olyan szakemberrel, aki a Magyarországi Hajléktalan Színháznak a kitalálója és a vezetője, és volt velük egy velem meg az egyik színészével egy jó másfél órás, két órás, lehet még hosszabb interaktív játékuk. Nagyon megérintett őket maga azt, hogy háhás gyerekekről beszélek, és odafordulhattak egy volt hajléktalanhoz is. Kérdezhették őt arról, hogy az ő sorsa milyen volt. Tehát így látszott ezeken a kölykökön, hogy elkezdtek azon kattogni 13-14 évesen, hogy milyen mélységek, meg milyen magasak vannak. Most először beszélgettek hajléktalannal, mert mindenki elfordul a hajléktalantól a normál életben. És most pedig játszottak vele. Ráadásul ez egy színészi képességgel felvértezett, több éve játszó srác volt már, aki mer már beszélni arról, hogy ő merről jött. És a másik ilyen nagy élmény, a múlt héten itt a Miskolci Nemzeti Színházban találkozhattunk Dezsővel, Szegedi Dezsővel, aki
amellett, hogy szerintem egy tényleg egy nagyon izgalmas művész pályát mutat fel, emellett ő vállalja a roma származását, és mindazt, ami... És nagyon jó pedagógiai vénája van. Igen, nagyon szugesztív. Tehát az, ahogy Dezső elköszönt ezektől a srácoktól, és azt mondta, hogy hát látom, hogy testvérek vagyunk, és elmondta nekik, hogy ő honnan, és hogyan, és miként, és azt mondta, hogy azzal köszönök tőletek, amivel az én tanárom köszönt tőlünk, hogy belőletek még bármi lehet. Én már csak színész lehetek, tanárul már csak tanár lehetett, ti még akármik lettek. Ezek a 13-14 éves srácok, lányok pontosan értették, hogy miről szól. Tehát, hogy emellett, hogy játszunk velük, emellett azért nekünk, mint egyesületnek is, meg mint pedagógusnak is rettenetesen fontos, hogy olyan helyzeteket, olyan embereket mutassunk meg nekik, vagy ismertessük meg őket. Az, hogy megmutatod, ez nem igazi helyzetbe kerülni velük, hogy ők maguk érezzék a felelősséget a saját sorsukért. És szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. És egy másik projektünk, az pedig ugye a mindenkori megyei színjátszó találkozónak a megszervezése, ott meg azért tud nagyon izgalmas lenni, mert itt azért a megyéből, nagy településről, kis településről, fogyatékkal élő színjátszó csoporttal, középosztálybeli iskolacsoportjával, drámás tagozata mindenkivel lehet találkozni. A párbeszédre sajnos kevés idő marad, mert ez a gépszi. De a róla való beszéd, hogy mit láttunk, hogy jó, hát az a kis gyerek, hát de az valami beteg volt, ugye, tanabácsi, mert hogy, de hát, hogy ahogy az ott, tehát amikor megérzi, hogy a színpadon, vagy megtanulja, hogy a színpadon mindenek jelértéke lesz, és hogyha véletlenül oda téved egy kis cica a színpadra, az onnantól kezdve szereplővé válik, mert cselekszik, és hogy a színpadon kiállni az csak az, hogy megállsz, annak már súlya van, és ha megérti azt, hogy az élet is egy színpad, és hogy minden cselekvésednek, minden gesztusodnak súlya van, akkor talán hozzátettél valamit. És ezt nem zárszónak szám, csak ez most itt volt benne a fejemben, hogy el mindenképpen beszélni kell, hogy messze túlmutat a mi dolgunk azon, hogy jókat csinálunk, hanem útjára kell engednünk srácokat. Hát igen, itt én is azt gondolom, hogy nekem mindig olyan fura volt, amikor aztán rájöttem, hogy működik a színházi neve, vagy nem jöttem rá, csak hogy így a perem széléről figyelem még mindig, hogy én mindig a folyamatot élveztem ebbe, és ez nekem annyira fura, hogy van verseny. Hogy mindig azt gondoltam, hogy ez pont nem az a műfaj, de nagyon furcsának találom, hogy van verseny. Ez nem is igazi verseny, tehát én akkor is elmondtam, hogy ez egy örömtalálkozó. Arról szól, legalábbis mi mindig így szervezzük meg, és mindig ezt hangsúlyozzuk a kollégáknak, akik hozzák a csoportokat, hogy ne azért gyertek, hogy tovább jussatok, vagy hogy aranyat szerezzetek, hanem azért gyertek, mert ez egy csodálatos lehetőség a ti gyerekeiteknek, a ti tanulóitoknak, hogy idegenek előtt megmutassák azt, hogy mire haladtak, hogy mit csináltak, hogy mit hoztak össze. Már láthatnak más előadásokat, tanulhatnak, fejlődhetnek, és jól érezhetik magukat, és mi mindig efelé igyekszünk szervezni az egész találkozót, mert nekünk ez a fontos, hogy nekik élmény legyen. Innentől kezdve pedig, hogy milyen eredményt érnek el, az nem fontos, csak hogy úgy menjenek el, hogy fú, de jó volt itt lenni. Igen, néhányszor én is részt vettem hasonló dolgokon, és én emlékszem, hogy az utolsó 2-3 találkozás az ilyen alkalmak előtt nekem mindig arról szólt, hogy én már abba az irányba igyekeztem őket motiválni, hogy az elsődleges cél az, hogy mi tudjunk figyelni arra, hogy a másik mit fogott csinálni. Tehát, hogyha ő elvárja, mert úgy örül, hogy színpadra megy, hogy megnyilatkozik, de amikor a többieket kell nézni, akkor arra már nem kíváncsi, hogy akkor ott valami sántít az első ilyen alkalommal, velem ez történt, hogy egy olyan csoportom volt, aki alig várt, hogy így, vagy nem nekem, de olyan csoportot kísértem, hogy alig várták már, hogy színpadra menjenek, kerüljenek, és az összes többi hozzájuk hasonló csoport munkájára pedig egyáltalán nem voltak kíváncsiak, és akkor rájöttem, hogy ez megint csak egy nagyon nagy pedagógiai feladat, hogy a gyereket felkészíteni arra, hogy itt bizony nézővé válik, nem csak ő lesz a... És értővé válik. Én most az egyik csoportomat végig ott voltak és segítettek, és végignézték az előadásokat. És elkezdtek, még csak 2 éve foglalkoznak színjátszásra, és elkezdték érteni a különbséget. A kevésbé kidolgozott előadás, a jobban kidolgozott, hogy miért jó, ha van díszlet, miért jó, ha nincs, mennyire kell. Tehát elkezdik más szemmel nézni, mint alkotók kezdik el nézni az előadásokat.
majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy picike szakértők lesznek ez alatt, hogy tanulnak abból, ami történik. És hát a szervezésben is egyébként, ja, bocs, hogy belevágtam, de hogy közben meg tényleg segítenek nekünk is, nem mert, hogy kötelező, hanem mondjuk, hogy itt a lehetőség, és élvezik a házigazdaságot, élvezik élvezik azt, hogy részesei annak. Egyre jobban élvezik azt, hogy örömet tudnak adni. Ők is háromhások egyébként, akikről most beszélünk? Sokan közülük. Igen. És az is nagyon fontos, hogy közösségek lesznek így. Tehát nagyon-nagyon ezek az élmények annyira összetartóvá teszik igen. őket, és ez nagyon fontos. És hát még az is fontos, hogy a három hársaink meg a középosztály belején tökre tudnak együtt melózni. Tehát, hogy ezt mindig óvatosan kell elkezdeni, de hogy ilyen könnyedén tud menni. És az is igaz, hogy tök jó ezt kimondani, hogy három hárs, akkor mindenki mögé gondol valamit, de hát sorolhatnánk neveket, és tudjuk, hogy nem jelent semmit a háromhásság, amikor valaki egy természetes intelligenciával, értelemmel, jó motiváltsággal van jelen, akkor az csak egy címke, hogy háromhás egyébként meg. Tehát, hogy ezért ezek a gyerekek, tehát azért innen kisodródnak azok, akiknek ez sok, akik nem járnak ott a szocializációnak azon a szintjén, azokat kiperegnek. Illetve nekem most van olyan csoportom, hogy osztályteremben minden ordítás is, és ez mellett, tehát ez a legrosszabb amerikai filmek szindrómája szintjén, vagy szintjén mozognak egy tanóra, de közben meg van munka. Őket még nem merném kivinni a világba, mert még nem járnak ott, miközben a tehetség ott van bennük. Meg még egy fontos dolog, hogy én egyébként személyesen sem, meg pedagógusként sem tartom rossznak a versengést, amikor minőségeket teszünk mérlegre, hogyha annak a helyét jól tudjuk kezelni, és amit most ti is mondtatok, tehát amikor legalább annyira érdekli, és ott ül, és nem azért, mert oda kell parancsolni, hanem tök természetes, hogy végigüli az előadást, az meg külön öröm, hogy úgy elemez, mint a zsűri utána. És ez egy nagyon jó érzés. De hogy mellette folyamatosan törekszünk arra, hogy olyan találkozások, és lehetőséget is tudjunk teremteni, kismani, imprósok és egyebek, amik kifejezetten csak a sereg szemléről, az együttlevésről szól. Tehát amikor ennek tényleg nincsen tétje, vagy ha van tétje, akkor azt csináljuk, hogy mi találjuk ki egymásnak azt, hogy akkor mit adunk, tehát mi az, amit kiemelsz. Tehát, hogy a pozitív visszajelzés az iszonyatosan fontos, hogy az, amit csinált, abban mi tetszett, abban mi volt az, amiről azt mondod, hogy na, ez 10 pontos. És meg, tehát arra ránevelni a gyereket, hogy nagyon jó kritizálnak, és pontosan szerintem. De hogy azt is megtanítani, hogy lássa meg az apró momentumban az értéket, az is egy feladat szerintem. Mert... Hát az már egy magasabb rendű feladat, és az egy nagyon nehéz feladat. De hogy ez szerintem annyira elengedhetetlen, hogy anélkül, hogyha ez nem egy egyértelmű és nem egy tudatos szándék, akkor gyakorlatilag el is sikasztottuk a lényeget. Igen. Tehát, hogy ez ezért fontos. Nagyon, nagyon csodálatos volt most is például ezen a verseny, hogy akkora tapsot kapott minden egyes előadás, és telt volt a nézőtér, telt házas nézőterek voltak, mindenki kíváncsi volt mindenkire, és mindenki örült mindenkinek. És ez egy nagy élmény volt. Igen. És ez azt is jelenti, hogy ez nem csak a montázsnak a különlegessége, hogy valahogy úgy tűnik, hogy nagyon sok drámás kolléganő, meg kolléganő is, vagy kollega, de azért Ákossal ketten voltunk, pasik, ugye? Tehát a 16 előadásban mondjuk 2-nek volt férfi csoportvezetője, és 14-nek nő. Tehát azért a többség az ezen a területen is nő, miközben a képzők között, tehát a csúcson, mert hogyha mondjuk az utcaszakra gondolunk, akkor ott férfi túlúrjánzás van, de ahogy ez leszüremkedik az iskolák szintjére, ott pedig a csajok vannak többen. Sajnos. Ennek van egy halom következménye, minden jó és rossz következménye. Nekünk például azért jó ez a kettőség, tehát hogy le tudjuk osztani ezeket a szerepeket is. És, de hogy a kollégák többsége ezt a fajta szemletet tudja átadni a diákjainak. Tehát nem kellett csitítani őket, nem kellett beterelgetni őket. Egyszerűen öröm volt azt a napot úgy megélni. Igen, még egy kérdés ragadt bennem. Most az ötött eszembe, hogy ha szakmailag, ha lehet ilyet mondani, a Civil Rádió Miskolcán elkövettük azt a hibát, hogy nem tartottunk zeneszünetet, nekem erre figyelni kellett volna, hogy szegény hallgatót ne nyomjuk agyon egy órás beszélgetéssel, de sajnos
így beleragadtam ebbe a sztoriba, és most már olyan szép dolgokat mondtunk, amit tényleg lezárhatta volna ezt a mai beszélgetést, de egyetlen dologra borzasztóan kíváncsi vagyok, és nem akarom adáson kívül megkérdezni, hogy mit jelent a felnőtt csoport? Tehát, hogy hogyan csatlakoznak oda? Ki megy el 40 aki évesen? Aki érdekel. De hogy jó? Tehát, hogy így arra vagyok kíváncsi, hogy mi a motiváció, hogy lát valaki egy felhívást, és mi mozdul meg benne, vagy milyen típusú ember megy el felnőtt korába színjátszani, aki kiskorába is csinálta, vagy aki sose, vagy akinek mondjuk problémája van, de nem jött be a pszichoterápia, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ők mindannyian. Mondjatok már valamit. Okay, mondok konkrét példát. Tehát, hogy van olyan barátunk, aki nyugdíjasként azt mondja, hogy engem ez mindig érdekel, mert népművő voltam, de sosem tudtam vele foglalkozni, úgy elmennék hozzátok, és mondtuk, hogy gyere. És elkezdtünk játszani, és elkezdtünk improzni. És ott milyen az életkori pontás? A legidősebb csapattársunk 73 éves volt, amikor dolgoztunk. Most azzal a csoporttal már most nem dolgozunk együtt. És hát úgy nagyjából a fiatalabbak azok 20 év fölöttiek, bár velük meg a mi 10 éveseink dolgoznak együtt. Volt olyan, hogy neten keresztül talált meg egy 20 éves minket. De most konkrétan működik felnőtt csoport. Most konkrétan megint nem, mert hogyha sok projekt elvitt minket, és azt mondtuk, hogy adjatok nekünk időt, mert egy másikat el kellett csinálni, de azt mondja, a fél évvel ezelőtt, amikor működött a csapat 6 fővel, akkor azt mondja, a legfiatalabb 25 éves volt, a legidősebb pedig 62. Aha. És az ivararány? Ketten voltunk pasik, és 4 voltak csajok. Aha. Kevesen vagyunk pasik. És akkor egy olyan fajta válasz is van, ja, de közben mondjuk Lejláiknak a fajtájra többször bejönnek, vagy amikor korábban jön a gyerekek, akkor beszáll az impróba. Tehát, hogy nagyon könnyű megszólítani a felnőtteket. Nem színházra hívod őket, hanem játszani. És a beúró rettenetesen jót tett ennek a szakmának, hogy népszerűsítette ezt, mert kiderült, hogy vannak csoportok, akik ezt szeretik és játsszák. Tehát, hogy amikor már felnőttek vagyunk, akkor nagyon nehéz a heti rendszerességet megtartani, de az érdeklődés, a motiváltság, a kipróbálásnak az öröme, az ott van sokakban. Hát, mint ahogy te is mondtad már egyébként, csak úgy mondanám, így zárójelben, hogy kipróbálnád. Igen, ezt a voltál. Igen? Nem emlékszem. Lehet, hogy volt folyadék. Szeretettel várunk. Jó, erre nagyon kíváncsi voltam még, hogy tényleg miféle fajta felnőtt ember, mert sokféle fajta felnőtt, például a playback műfajával szintén ilyen érintőlegesen kerültem kapcsolatba, nem kapcsolódtam hozzá, de barátnőim jártak, meg utcaszakos vezetőképzőkön láttam ilyen videókat, pszichoszín, vagy nem, hogy hívják ezt, amikor pszichodráma. Pszichodráma, igen, az kifejezetten számomra nagyon-nagyon ijesztőnek és borzasztóan visszásnak, és nem azt mondom, hogy álságosnak, de nyilván csak egy picike morzsát kaptam belőle, de hogy ott azt gondoltam, hogy ez talán az, amitől én távol tartanám ez magamat. Ez is szerintem attól függ, hogy milyen a pszichodráma csoportvezető, tehát ezt is lehet nagyon-nagyon jól csinálni, és lehet kókler módon. Nem, én valami videót láttam arról, aki Magyarországon a Hűha, nem tudom a nevét. Igen, hát akkor rossz napja volt lehet. De, rossz, de vagy hogy, neked volt rossz napja. Nem, én lehet, hogy én szerintem velem van, de az például számomra elképesztően félelmetes dolognak tűnt. Például ezért is tartom fontosnak az improvizációs színháznak a meghonosítását, mert hogy ez nem kíván hosszú távú elköteleződést. Tehát beleugrunk, belemerülünk, megmerítkezünk a szerepjáték örömében, lehetünk nézők, lehetünk instruktőrök, lehetünk játszók, bármi. A játék, a szerepjáték az egy olyan varázslat, és annyira benne van mindannyiunknak a spontán lelkében. Emlékszel arra, vagy emlékeztek erre a régi Sinkovics számra, keresem már régóta, hogy kérem ezúton is, hogyha valaki tudja, vagy megtalálja, akkor küldje el nekünk. Azt játssza el Sinkovics, valami önökkértében volt 100 000 éve, hogy az űrge, egy nap az űrge hányféle szerepet játszik el az okogó anyától, vagy az okogó apától, Attiláig, az Isten ostoráig, reggeltől estig. Zseniális, nyilvánvaló, mint egy Sinkovics, tehát ez egy nagyon-nagyon szép paródia, hogy mindannyian az életünk minden pillanatában szerepet játszunk. És hogyha erre olyan teret adunk, ami nem ijesztő, és nem teszek minket a reflektorba, csak egy icike-picikével kezdünk el máshogy játszani. Tehát, hogy nagyon, és ez már szakma szerintem, de bele lehet lopni az embereket a játékba, és akkor én nem nagyon találkozok olyan emberrel, aki nem tudja.
életem... és benne van, amit szoktunk mondani, a játszd el és megérted feeling, amikor valamilyen élethelyzetben vagy, és nem érted, és nem tudsz belőle kikerülni. De ott vagy a színpadon, és egy valaki, egészen más valaki személyében vagy jelen, és ráébredsz arra, hogy aha, ez volt nálam is, és értem. És sok mindennel vagyunk így, hogy nem értjük, és ott az adott szituációban, az improvizációban jövünk rá. Hogy... Igen, ez nagyon jó, hogy be is vonódni, de egyszerre kívülről is ránézni, hogy ez nagyon sokat segíthet valóban erre. Én is hogy egy valaki gondolom. Más bőrében vagyok az, aki, és abban az ő életéből táplálkozom. Hát vagy amit szoktunk mondani a gyerekeknek, tehát nekik ez ilyen alapon, hogy a színészet lényege, hogy ne játsz. És ezt, amikor megértik, akkor egy nagy lépést tesznek a játék hitelessége felé. És eltávolodik a modoros klisséktől. Igen. Na, az van, hogy tényleg nem hallgattunk zenét, pedig szeretünk zenét hallgatni, kelepeltünk. Szerintem lehet, hogy kicsit többet is, mint egy órát. Úgyhogy nincs más megoldás, mint hogy gyertek egy kicsivel gyakrabban, hogy ne beszéljünk ilyen sokat, ilyen töményen, ennyire egyszerre, és akkor aztán szépen lassan bevonódnak a hallgatók is, és akkor csinálhatunk egyszer egy rádiószínházat. Ezt akartam, hogy örömmel jövünk, és játszhatunk is egyből. Tehát így bedobunk egy címet, és elkezdünk rá játszani. És legyen így. Innen behívunk valakiket, és ők is beszállnak. Nem hülyeskedek. Jó. Vagy kiviszik a mikrofont. Oké. Fogunk ezen dolgozni, úgyhogy azok a hallgatók, akiknek esetleg ötletük van, illetve az előbb említett Sinkovics paródiához hozzáférésük van az eredeti kópiához, vagy akár egy másolathoz, Püspöki Pétert keresik civil rádión keresztül. Köszönjük szépen. Juhu. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.